Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Áldott legyen az Isten Urunk, aki lelkének minden mennyei áldásával megáldott minket Krisztus által. Ezekkel a szavakkal, Szent Pál apostol szavaival kezdjük a mai ünnepi szentmisét. Ezen a szentmisén hálát adjuk a jó Istennek minden kegyelmekért és áldásáért, melyekben eddig részesültünk. Mai napon különösen 40 éves Golgohévízi pápakör tagjaért imádkozunk, meg a minden Golgohévízi polgárért. Az éleknek kérjük Isten áldását és szükséges kegyelmeket, az elhunytaknak pedig az örök életet. A szentmise kezdetén tekintsük magunkba, és valljuk meg Isten előtt, hogy vétkeztünk. Jó nama mindenható Istennek, és nektek testvérei, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem az irga boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érette, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
dicsőség a magasságban Istennek. És a Földön békesség, jó akarat úr embereknek, és szépünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk igazságot fényén a tévergőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg híveitnek, hogy elutasítsunk mindent, ami a keresztény névvel ellenkezik, és vállaljuk, ami méltó hozzá, ami Úrunk Jézus Krisztus a te fiat által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek kelességben, Isten mindenekkel örök. Olvasmány Ámosz próféta könyvéből. Amakia Bétel papja ezt mondta Ámosznak. Látnok, menj el innen, menekülj Juda földjére. Ott tedd a kenyered, és ott profétálj. Bételben többé ne profétálj, mert királyi szentély ez is az a királyság temploma. Ámosz így felelt Amakiának. Nem vagyon én proféta, sem profétának fia, pásztor vagyok és fügét termesztek. Az Úr azonban elhívott a nyáj mellől. Azt mondta nekem az Úr, menj profétálj népemnek, Izraelnek. Ez az Isten igéje. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szíveden, és üdvösségünket add meg nékünk. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szíveden, és üdvösségünket add meg nékünk.
hatalom és hűség majd egymásra lenne. Csókot vált az igazság és a béke. A földből a hűség is alja, és az igazságosság tekint le az égből. Uram, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, még sütőségünket ad meg nékünk. Az Úr jóságát megmutatja, földünk is meg hozzá termését. Igazság jár az Úr előtt, béke a lába nyomában. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, és üdvösségünket ad meg nékünk. Szent Lecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atya, aki lelkének minden mennyei áldásával megáldott minket Krisztus által. Ő benne választott ki minket a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk színe előtt. Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy akaratának tetszése szerint Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett fiában jóságosan megajándékozott minket. Ő benne nyertük el vére árán a megváltást és bűneink bocsánatát bőséges kegyelme folytán, amelyet teljes bölcsességében és megértésében gazdagon árasztott ránk. Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az ő benne előre meghatározott jóságos tervet, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint főben egyesít minden, ami a mennyben és a földön van. Ő benne nyertük el, mi is az örökséget, annak rendelése szerint, aki minden szabad elhatározásából tesz. Szolgáljunk hát fölsége dicsőségére, mi, akik már korábban is Krisztusba vetettük reményünket. Benne kaptátok meg ti is a megígért Szentlélek pecsétjét, miután hallottátok az igazságról szóló tanítást, üdvösségetek evangéliumát és hitetek benne. Ő a foglalója örökségünknek, annak, hogy teljesen megváltva övéi legyünk az Isten fölségének dicsőségére. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus magához hívta a 12-t, és kettesével elküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett. Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot, sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra. Azután így folytatta.
Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utakat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be, és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanú bizonyságul ellenük. Azok elmentek, sérdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt üztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak. Ezek az evangélium igéi. Minden ember számára öröm, ha felettesei megbíznak benne, és fontos feladatra küldik. Már a gyermek is szívesen vállalja a tanárának megbízását, igyekszik vezetőjének tervét és módszerét átvenni. A mai evangéliumban Jézus próba misszióra küldi apostolait. Elküldte őket predikációs körútra. Kifejtette előttük a módszerét. Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorboltot, sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra. Kedves testvéreim, Jézus nem azért jött, hogy egyéni hőstetteket hajtson végre. Ő azért jött, hogy az összes ember a történelem minden korszakában és helyen hallja Isten szeretetének örömhírét, és megváltást nyerjen. Ezért küldje el azokat, akiket munkatársaknak választott, hogy predikáljanak Isten országáról, és betegeket gyógyítsanak. Jézus küldetése, menjetek, elsősorban az apostoloknak szól, és az ő utódaiknak, a pápának, püspököknek és a papoknak. De nem csak nekik, minden kereszténynek is. Gondoljuk csak bele, egy sportegyesület nem épülhet csak az edzőre és bíróra, játékosok nélkül. Tehát minden kereszténynek van feladata az evangélium elterjesztésében. Miután Jézus elküldi az apostolokat, olvassuk Lukács evangéliumában, hogy kiválasztott más 72-t, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahova menni készült. E 72 tanítvány valószínűleg azokból áll össze, akiket egybe gyűjtött maga körül, vagy legalább egy ideje már követték őt. Jézus tehát elküldi minden tanítványát. Jézus ekkori követői abban a meggyőződésben éltek, hogy közösségüknek fontos szerepe volt. Hituk, tanításuk, életmódjuk átformálta a társadalmat. A mai keresztényeknek, tehát nekünk is, az a feladatunk, hogy átformáljunk a társadalmunkat. Olyan közösséget hozzunk létre, amelyben a gonoszság és a bűn hatása kisebb, mint a világban. Jézus evangéliuma nem csupán egy könyv, hanem egy szervezett közösségi gyakorlat, értékes szolgálatot az emberek javára és Isten dicsőségére. Akkor működik az evangélium kovásza, ha a keresztények környezetében kevesebb a bűn, és több a lelki gyógyulás. Amen. Valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben. Mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban,
az ő egyszülött fiával. Mi Urunkban, kifogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklakra, harmadnapon feltámad a halottak közül, fölment a mennybe, ad ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim, hogy Isten országának örömhíre elterjedjen az egész világon. Adj, Urunk, hogy szent igét mindig készességgel, szívvel fogadj az egész emberiség. Kérjük téged, hallgass meg minket. Segítsd azokat, akiket szent fiad meghívott szolgálatára, hogy önzetlenül töltsék be apostoli küldetésüket. Kérjük téged, hallgass meg minket. Ébreszd elegendő számban hivatásokat az ige hirdetés magasztas feladatára. Kérjünk téged, hallgass meg minket. Kásd föl közömbössé vált embertársaidnak az érdeklődés evangélium iránt. Kérjünk téged, hallgass meg minket. Tedd gyümölcsözzévé kegyelmeddel a hitoktatás munkáját hazánkban. Kérjünk téged, hallgass meg minket. Jóságos Atyánk, Te fiat által az apostolokra bíztat szent hétünk terjesztését, hadd kérjünk, hogy kinyilatkoztatott tanításodat mindig készséggel fogadjuk, és áldozatos apostoli lelkülettel hirdessük Krisztus, ami Úrunk által. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Isten előtt. Istenünk, fogad szívesen könyörgi egyházad áldozati adományait, és add, hogy életünk megszentelésére részesedjünk belőlük, Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a kedvedet. Emeljük föl a szívünket. Adjunk hálát Úrunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert Te alkottál mindent, amiből a világ épül, az idegjárásának Te szabtál törvényt. A Te képmásodra formáltad az embert, sőt, hatalmába adtad mindaz, ami a világban ámulva látunk, hogy helyettesedként uralkodik minden műveden, és nagy tetteidért szüntelen magasztaljunk téged, Krisztus, a mi Úrunk által. És ezért mi is dicsétünk az összes angyalokkal együtt, vidám lélekkel éneklünk, és hálás szívvel zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsérj téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Úrunk Jézus Krisztus által a szent lélek erejével éltez és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérjünk tehát Istenünk a szent lélek által szentelt megáldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Úrunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az iszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldás mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme hitünk szent titka. Haladat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljunk neked ez az élő és szent áldozatot. Tekints, kérjünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséged választottaiddal. Elsősorban Isten anyával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérjünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgáldott Benedek pápánkat, Miklós és Lajos püspökeinket, a püspökök testületét, a papságod és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népek kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszor adott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol a reményünk szerint dicsőségedben velünk együtt mi is örökre gazdagan részesülünk Krisztus Úrunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tiszteled és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözlőtök parancsára, és Isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyám, aki a szabadítsd meg, kérjünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözletünknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaitnak, békességet hagyok rátok az én békémet, adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egy házat hitőt. Őrizd meg szándékod szerint békében, nyisd meg teljes rettségét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Az Isten báránya, ima, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghívasztol ahhoz Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy halékon vagy egy, nem vagyok szóval, így meggyógyul az világnak. Thank you.
Könyörögjünk! Részesültünk ajándékaidban, Istenünk! Kérve kérjünk, hogy valahányszor bemutatjuk ezt az áldozatot, növekedjük bennünk, üdvösség szerzzük kegyelmet, Krisztus, ami Úrunk által. Amen. Kedves testvéreim, szerdán Szent Hedvig királynőre emlékezünk a liturgiában. Kedden este 7 órakor megbeszélést tartunk a plébánián, a Fömin Istváns táborba indulók szülei számára. Szeretettel várunk minden érdeklődőt. Szombaton délután 3 órától a Magyarországi Világi Szolvatoriánusok találkozója lesz a plébánián. A találkozó díszvendége Mária Agudello, Szolvatoriánus atya lesz, aki Rómában a generális házban dolgozik. Találkozunkat az esti szentmisével zárjuk. Szeretettel várunk minden érdeklődőt. A Maranatha újságot elvihet igaz a sekrestéből. Egyházközségünkben elhunytak Kolesza Mihályné Mészáros Erzsébet édesanyja, akit csütörtökön temettünk el, Szabó András édesapa és Basa Andrásné Hóka Mária édesanyja, akiket hétfőn temettünk. Isten irgalmába ajánlunk elhunyt testvéreinket. Minden imád segítséget a templomban, a plébányán, minden munkád, adományt és jó indulatod nagyon szépen köszönjük, Isten fizessen meg. Mindenkinek kellemes és jó hétvégét kívánok. Most imádkozunk együtt Jordán atya boldog gálgatásáért. Jézusunk világ üdvözítője, szolgálat keresztről nevezett Páter Jordán, a részességeket, a mi is a mi Urunk minden vigasztalás Istene irányítsa napjaitokat az ő békében, és ajándékozzon meg titeket minden áldásával. Amen. Szabadítson meg minden megpróbáltatástól, és erősítse meg szívetek az ő szeretetében. Amen. Hitben, reményben és szeretetben bővelkedve éljetek le a földi életet. Minden napi munkátok legyen érdemszerző, és jussatok el a boldog örök életre. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Isten meg legyen. Thank you.
Amen.